Azt mondják, a populáris zenét és a népzenét nagy távolságok választják szét egymástól. Azonban vannak olyan zenekarok, akik alapvetően populáris zenét játszanak, mégis ahogyan megszólalnak a hallgatónak az az érzése, hogy ez bizony népzene. A Besodrom zenekar két évtizede alatt a népzenét vegyítve a populáris stílusjegyekkel jutott el a sikerig. Ez alatt a két évtized alatt a magyar, a balkáni, a román népzenét ötvözték egymással, és a cigányzenének a hatásai is fellelhetőek muzsikájukban. Bátaszékváros napjának a fő sztár fellépői ők voltak, stábunknak pedig azt mondták, hogy bár először jártak a településen, mégis erős koncertet szeretnének adni. Mindenféle népzenékből, elsősorban balkáni, magyar, erdélyi, román, bolgár, mindenféle. És hát a furcsa hangszerek, amiket felfedezhettél, azok ebből a körből jönnek. A zenekarban számos olyan hangszer van, ami egy átlagos zenekarban, például dobfelszerelés vagy basszusgitár, azonban sok olyan hangszer is van, ami a népzenéhez köthető. Barca Gergő játszik az egyik legkülönösebb hangszeren a zenekarban, amit nem is lehet igazán egyikhez sem hasonlítani. Az én hangszerem az annyira különleges, hogy nincs is neki rendes neve, egy mozaik szó a neve, Electric Wind Instrument szóból jön, az EWI vagy EVI. Mozaik szó. Én nylon szaxinak vagy elektromos klarinétnak szoktam hívni. Ez egyfajta elektromos fúvós kontroller. Kiválóan beleilleszkedik ebbe a modern balkáni hangulatba, a millióféle modern balkáni hangszínt lehet rajta megszólaltatni. A zenekarban a zeneszerzés folyamata átalakult az évek folyamán. Ez köszönhető annak is, hogy a héttagú együttesből három különböző országban élnek a zenészek, viszont ez szerintük egyáltalán nem nehezíti meg a folyamatot, és újabb impulzusokat emelhetnek a zenéjükbe ezáltal. Most, hogy három különböző országban lakik a zenekar legénysége, most elég furcsán, de számomra nagyon-nagyon élvezetes a munka, mert nem egy rövid próba alatt kell mindent kitalálni, hanem szépen küldözgetjük egymásnak a dolgokat körbe-körbe, és akkor egyszer csak lesz belőle egy szám. Nagyon... Én Izraelben élek, és ott nagyon erős egyfajta keleti, törökös, arabos, kicsit görögös, ilyen mediterrán zene. Én nagyon sok mindent hozok onnan, hoztam már régen is, és hozok. A Besodrom stílusát a tagok úgy határozzák meg, hogy világzenét játszanak különböző népzenei hatásokkal. A koncerten a fiatalabbak és idősebbek együtt szórakoztak, azt bizonyítva, hogy a népzene nagyszínpadi keretek között is jól működik.